A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, az elmúlt egyik adásunkban beszámoltunk már róla, hogy 13 esztendővel azután, hogy elkezdte munkáját a Katonai Emlékpark, a Pálkozi Katonai Emlékpark és Nemzeti Emlékhely ügyvezetője Görög István nyugalmazott ezredes, pontosan március 31-én pénteken leköszönt, és utolsó munkanapján átadta, úgy tetszik, a stafétabotot a következő generáció jeles képviselőjének, aki a vendégem, és nem más, mint Görög Viktória. Tisztelettel köszöntelek, szervusz, Viki. Szervusz, köszönöm a meghívást. Hát így lett ez a rendkívül megtisztelő és nemes feladat. Mielőtt azonban arról beszélnénk, hogy miként kezdtél hozzá ennek a munkának, milyen terveid vannak, egy kicsit említsük meg azt a rendkívül fontos munkát, amit a Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Munkatársaként végeztél. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos időszaka volt az életednek, de hogy ki értse és tudja, azért a hivatásválasztásodról először megkérdezlek, hiszen ott, mint marketing szakember, nagyon sokat tettél azért, például, hogy 2021-ben az Utazó magazin az év legjobb turisztikai szolgáltatójának válasszon titeket, illetve Székesfehérvárt, mint a nemzeti újrakezdés évében a legfontosabb célpontnak. Kezdjük talán veled akkor. Igen, az elmúlt 15 évet már az iskoláim befejezése után Székesfehérváron töltöttem, és kezdtem a turizmus irányából orientálódni. Kezdtem az önkormányzatnál, mint rendezvényszervező, és akkor szorosan együttműködve az akkori Turinform irodával picit belecsöppentem ebbe a világba, és ezért ebben meg is találtam önmagamat, hogy így mondjam. Mi mindent kellett, hiszen nem nulláról kellett kezdeni, viszont a 21. század egy egészen más elvet kell, hogy képviseljen bizonyos értelemben a turisztikai szakember is. Mi mindent kellett tenni azért, hogy Székesfehérvár valóban elérje azt a címet, azt a rangos elismerés címet, amit egyébként maga Potápi Árpád adott át, de és közönségszavazatokon múlt minden. Tehát elismerték azt a munkát, amit ti ott végeztetek. Én azt gondolom, hogy ez az egész 2009-ben kezdődött, amikor ugye a Székesfehérvári Turisztikai Kft-t létrehozták Evszegő Krisztina vezetésével, és akkor fogalmazódott meg bennünk az, hogy ahhoz, hogy a turisztikai piacon Székesfehérvárt felfedezze újra az utazó közönség, és kedvet kapjanak, és szeretettel gondoljanak ránk, és látogassanak hozzánk vissza újra és újra, ahhoz első körben az itt lakókat kellett megszólítanunk, és őket bevonni, és egy picit, mint nagykövetként használni őket arra, hogy a saját kis körükön belül, a saját családjukon, barátaikon keresztül tegyék még ismertebbé városunkat. Ennek ugye akkor tájt indítottuk el az első kezdeményezését, amikor ez a Turista Napok nevű rendezvénysorozatot éveken keresztül vittük, és azóta is ennek egy, mondjam úgy, utódrendezvényét, a minden hétvégén megtartandó kis garantált városnézéseket folytatjuk. Ennek két célzata is van a mai napig. Az egyik az, hogy a helyi kultúra és turisztikai iránt érdeklődő közönségnek újabb és újabb szegmensét mutatjuk meg a városnak, mind a történelmében, mind az építészetében, vagy akár ugye az innovációk terén is. És a másik oldala természetesen az, hogy az ideérkező turisták is ebből részesülhessenek, és más-más szeleteit ismerjék meg a város kínálatának. Igen, mert halljuk meg, egyetértek természetesen, hiszen ez egy eredményes
program volt mindenféle szempontból, hogy igen. A 21. században önmagában a jelző szerkezetek már nem elegek. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a királyok városa, Székesfehérvár, a gazdaság városa, a kultúra városa, nem, ezt össze kell foglalni, és az emlékhelyeken túl olyan programokat kínálni, ami az ide látogatónak is megfelel, és ami újra felkelti az érdeklődését az x éve itt élőnek is. Én azt hiszem, hogy ez teli találat volt részetekről. Ez így van, szerencsére nagyon jó fogadtatása volt ennek a programsorozatnak, és egy elég komoly visszajáró kör alakult ki a helyi közösségből is, akik így akár későbbiekben segítették a munkánkat egy rendezvényen történő kitelepülésnél önkéntesi vállalásaikkal. És ezt tegyük hozzá, hogy ez egy folyamat volt, hiszen rendben van, hogy vannak akciók, de akciókból még nem élt meg soha senki, egy város semmiképpen nem tud, tehát a kiemelt turisztikai célzatú hónapokon túl is kell, hogy olyan kínálat legyen, amit szívesen látnak az emberek. Ez így van, ugye ez a fajta program sorozat a turisztikai Kft. Munkájában, ez most arra már egy egész évet átölelővé vált. Majdnem mondhatnám, hogy minden hétvégén elérhető egy ilyen program, és emellett hát számos egyéb különlegességeket mindig kitalálunk. A kommunikáció tere, az oldala is ugye nagyon fontos, főleg ugye a mai digitalizált világban, a social médiában való jelenlét, és habár sokan mondhatnám így, hogy nem szeretik ezt a világot, vagy azt, amit sokszor közvetít akár, de ennek az eszközeit kihasználva igenis el lehet jutni azokhoz az emberekhez, akiket értékekkel megszólítva elhozhatunk magunkhoz a városba. Tehát kiteljesedett a város, ahol kiteljesedtetek ti is már, mint a turisztikai ügynökség is. Te miként láttad ezt a folyamatot? Tehát nyilván ezt nem lehet megvonni, hiszen mindig van feljebb. Függetlenül attól, hogy ugye a bevezetőmben elmondtam, hogy szerintem a 2021-es elismerés az év turisztikai városa díj Magyarországon, én azt gondolom, hogy annál nincs feljebb. De viszont az a jókedv, ami egy turisztikai csoportot jellemez a végén, az mindennél többet ad. Igen, azt gondolom, hogy a turisztikában dolgozóknak ez kell, hogy legyen annak a motiváló erőnek, ami újabb és újabb ötleteket és inspirációt adhat a munkához. Itt Székesfehérváron mi egy nagyon jó csapatként tudunk együtt dolgozni, és ehhez természetesen az messze menően hozzájárult az elmúlt években, hogy a városvezetés bízott a szakmai munkánkban, és ennek mentén lehetőségeket kaptunk arra, hogy megvalósítsuk kreatív gondolatainkat. A turisztikai fellendülés aznak a motorjának talán a 13-as év nevezhető, amikor ugye a belváros rehabilitáció kapcsán ugye az új főutca elkészült, és onnantól egy picit alvó városunk újjáélet, és ez a mediterrán pezsgés, amit itt esténként megtapasztalhatunk, vagy egy szép napsütéses délutánon sétálva, az nem csak a helyieknek, de a turistáknak is vonzó. Nos, hát én azt hiszem, hogy teljes körűen beváltottátok azokat az álmokat, amelyeket magatoknak teremtettetek meg, és mi pedig csak gratulálhatunk. És akkor most jött a váltás. Igen. Ez meg kell, hogy mondjam, meglepődtem, bár hosszú, én azt gondolom, hogy baráti kapcsolat fűz édesapádhoz, és a Kemphez nem különben valamennyi ott dolgozóhoz, mert azt hiszem, hogy az országban egy olyan egyedülálló intézményről beszélünk, a Katonai Emlékpark és Nemzeti Emlékhelyről, ami én minden ízig-vérig magyar ember számára alapvetés, hogy egyszer ellátogasson oda. Ugyanakkor, és majd erről nyilván most beszélünk, nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a fiatalság is így érezze. Tehát nem csak az én korosztályom és a nálam kicsivel fiatalabbak gondolják úgy, hogy a Kemp az egyik legfontosabb magyar nemzeti emlékhely, hanem mások is.
hogy jött a meghívás, hogy jött a gondolat? Kellett ezen gondolkodnod egyáltalán, hogy most belefogsz, és azokat a tapasztalatokat is átörökítve elindulsz egy másik úton, mert azért óhatatlanul is egy kicsit másik út. Igen. Az én korábbi életemhez még hogy a felnőtté válásom előtti időszakhoz egy fontos 4 év hozzá tartozik, amit én Győrben középiskolában töltöttem, ami egy, hogy mondjam, idevágó, egy katonai középiskolába jártam 4 éven keresztül, és így ez a fajta katonás élet, ez a világ, ez a gondolkodásmód ugye sose eltávolt tőlem. Ezt a későbbi munkámban is én úgy értékelem, hogy előnyét élveztem ennek a fajta tudatosságnak, és valahol egy precizitásnak és elkötelezettségnek. Ennek a váltással kapcsolatosan természetesen mindenkiben felmerül az, hogy megmerje lépni ezt, hisz az elődöm, aki szívemnek nagyon kedves, hisz maga ugye az édesapám, nagyon-nagyon értékes dolgot hozott össze hosszú évek kőkemény munkájával, és az, hogy ezt én tovább vihetem, az egy rettentő nagy megtiszteltetés. Természetesen valahol bennem van egy kis szomorúság is ebben a szituációban, hisz az én korábbi munkám, amiben kiteljesedhettem hosszú éveken keresztül, az egy picit ugye véget ér így Székesfehérvár tekintetében, de azt gondolom, hogy én magam szakmailag megérettem arra, hogy folytathatom ott a katonai emlékparknak a fejlesztését, és azt a fajta új csatornák megtalálását, ami a mostani ifjúsághoz elvezethet bennünket. Mint minden pedagógiával, oktatással, turizmussal foglalkozó szervezet, ugyanazzal küzd, hogy hogyan találja meg az utat a fiatalokhoz, hisz vannak eszközök, vannak csatornák, de nem mindig éri el ez a célját. Ez az ügy az, hogy a hazaszeretetet, a családunk és a hazánk irányába való elkötelezettséget minél mélyebbre ültessük a gyerekeknek a lelkében, ez én is azt gondolom, hogy egy kiemelt feladat, és erre nagyon nagy tudatos odafigyelést kell szánnia mindenkinek. A mai világ ezzel a felgyorsult életvitelével mindent kicsit azt gondolom, hogy felborít, de a helyszínen történő látogatása mindenkinek egy olyan lelki állapotot idéz előtt a gyönyörű velencei tavi környezetben, amiben sokkal befogadóbbá válik ezek iránt, az eszmék iránt. Ez rendkívüli kihívás mindenképpen. Igen. Folytatni. Ugye azt tudjuk, hogy a Magyar Honvédségen belül is elindult egyfajta fiatalítás. Ezzel a világon semmi gond nincs. Nyilvánvaló, hogy építeni lehet azokra a tapasztalatokra, amelyek a múltat jellemezték, akik felépítették, ha úgy tetszik, mint a kempet. De azért kell az a fiatalos attitűd, ami azt hiszem, hogy nem hiányozhat semmiképpen, hiszen a mostani fiatal korosztálynak bizonyos értelemben másra van szüksége. Tehát nem vitatva az, hogy a múltat meg kell ismerniük, ugyanakkor hozzátesszük, hogy olyan eszközrendszer áll most ma már rendelkezésre, ami valóban kiegészíti mindazt. Tehát ez az igazi kihívás, ugyanakkor megerősítést is jelent. Tehát ugye te úgy fogalmaztál, hogy a fontos feladatodnak tartod, hogy a kemp szolgáltatásait fejleszt, illetve még több család töltse, pákozzon az aktív szabadidejét. Ez így van. Egy kicsit fogalmazzuk meg bővebben. Elsősorban a szolgáltatás fejlesztést, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a 48, de ha visszatérünk ugye szeptember 29-re, egészen a NATO csatlakozásunkig, illetve a külföldön szolgálókra emlékezünk, jószerűen mindennel foglalkozunk. De azért a kiállítások az mindig egy új szinthoz
és a különböző előadások. Na, hogy kívánod ezt majd kifejleszteni, továbbfejleszteni? Az én hosszú távú terveimben szerepel mindenképpen ugye a belső kiállítótereknek a tartalmi megtartása mellett egy modernizálás, ami még inkább azokat azt a szellemiséget, ami mondjuk a békefenntartást hozta és övezi, ez közelebb kerülhet azokhoz, akik egyébként ebben nem voltak érintettek, akár saját, vagy mondjuk családi vonalaikon. Így én mindenképpen egy interaktívabb kiállítás létrehozásával szeretnék foglalkozni. Emellett, amit említettem, ugye a szolgáltatási paletta tükrében, tehát a szervezett csoportok, akik érkeznek a katonai emlékparkba, szerencsére szép szám van, jönnek hozzánk, ők különböző csomagokból tudnak ugye választani, amelyben mondjuk akár egy alaki kiképzéssel színezett történelem órán is ugye részt vehetnek. Ezek a programok nagyon tartalmasak, szakmailag jól kidolgozott programelemek. Amit én fontosnak ítélek, az az, hogy ezekből egy kicsit azok is, vagy jobban részesülhessenek azok is, akik nem csoportként érkeznek a camp tereibe, hanem egyéni látogatóként egy hétvégén, akár autóval, biciklivel, vagy áthajózva Velencei-tól túloldaláról felsétálnak ugye az emlékparkba, és ott szeretnének ezekből részesülni. Ennek mindenképpen teret szeretnék teremteni, hogy számukra sokkal több olyan adott pillanatban elérhető program lehetőséget kínáljunk, amik esetleg még jelenleg nem elérhetőek így. Tehát megmarad nyilvánvaló a közösségi létnek az az eleme, hogy a közösségi csoportok továbbra így is. Így igaz. De lehet-e különbséget tenni, hogy milyen közösségi csoportokról beszélünk? Hiszen azért az, ha tudatos a döntés, akkor tudni kell, hogy az általános iskola, középiskolások számára, illetve a későbbi korosztályok számára is más-más programok kellenek, hogy összekovácsolódhassanak. Ez így van, nemhogy lehet-e, kell is különbséget tenni. Tehát minden egyes korosztály a gyerekektől a felnőtt csoportokon át más-más igénnyel rendelkeznek. A kidolgozott szakmai tartalom ezt már jól alapul vette, és kifejezetten az iskolások korosztályát tekintve a különböző tananyagi részekhez igazodva dolgozott fel program lehetőségeket. Miként lehet ezt úgy elterjeszteni, hogy kapva kapjanak az alkalmat ne csak a bizonyos értelemben történelem tanárok, hanem például az olyan fizikai megmérettetés, ahol bejárhatják a környéket, szervezett programok keretében is megvalósulhassanak. Elindultak együttműködések már, ez korábban is, akár ugye a Vadex-szel, vagy a Dunai Poly Nemzeti Park munkatársaival is olyan garantált hétvégi programok kínálására, ami egy kis természetjárást, esetlegesen abban való tájékozódás megismerésével, a KEM becsatornázásával is kínál egy komplexebb lehetőséget a kirándulóknak. Ugye azt tudjuk, és nem feledkezhetünk meg róla, hogy a Honvédség és Társadalom baráti kör ezentúl is kulcsszerepet játszik a katonai emlékpark működtetésében, úgy tetszik Szent Lászlótól a békefenntartókig mindenféle értelemben. Ez az együttműködést hogy képzeljük el a jövőben? A Honvédség és Társadalom baráti kör résztulajdonosa egyébként az emlékparkot üzemeltető Kft.-nek. Ez a fajta együttműködés ugyanolyan szoros maradhat, mint korábban. Ennek az is az oka, hogy édesapám a Honvédség és Társadalom baráti kör egyik aktív vezető személyisége,
és a szakmai munkának dandárját az ő tevékenységük, mint civil szervezet adta eddig is, és én számítok arra, hogy a továbbiakban is építkezhetünk erre az együttműködésre és arra a tudásra, ami náluk van. A csapat elindult, ez nyilván egy rendkívül fontos, komoly munka. Én azt hiszem, hogy az elmúlt két esztendőt azt elfelejthetjük bizonyos értelemben, és nagyon fontos számunkra a Katonai Emlékpark. Melyek azok a programelemek, amelyek most a közeljövőben megrendezésre kerülnek? A legközelebb időben hozzánk május 13-án az Emlékhelyek Napja program áll. Tavalyi évben a Katonai Emlékpark kapta meg az év nemzeti, vagy az emlékhelye díjat, így az országos megnyitónak mi adhatunk otthont. Ennek a napnak a keretében lesz egy kis hagyományőrzés, például zászlószentelés és zászlószegelés, ami egy kicsit a katonai múltat, a katonai hagyományokat idézi. Lesznek már közönségnek szóló vezetett tárlati programok, és délutánban pedig egy Latinovics emlékprogram lesz, ami látogatható lesz a igen, közönség számára. Én is szerettem volna külön kiemelni a figyelmet, hiszen egy fantasztikus csapat, négy fős csapat fog Latinovics Zoltánra emlékezni. Már én magam is várom, hozzáteszem, mint ahogy nagyon sokan várják a szünetet, az iskolai szünetet, és az ráadásul ilyenkor felpesdül az élet, még inkább pákozdon. Készültök-e olyan programokkal, amelyeket ezúttal is a fiatal korosztálynak szántok? Igen, lesznek katonai vagy kempes gyerektáboraink, napközis gyerektáborok, elsődlegesen most a júliusi hónapra 3 hetet tűztünk ki célul. Próbálunk segíteni a székesfehérvári családoknak abban is, hogy a kijutás, tehát a gyerekeknek a szállításában is, tehát aki azt nem tudja megoldani, hogy kihozza hozzánk a gyerkőcöket Pákozdra, ott besegítünk fizikailag a gyerekszállításba is. Ott pedig ugye egy héten keresztül különböző picit interaktív, picit terepszínű programokat csinálunk a gyerkőcöknek. Az én személyes tapasztalatom, hogy általában az emberek nyitottak az újra, és ha kiegészítjük azzal a tevékenységgel, ami eddig volt, és azt az újat is próbáljuk befogadni, akkor ennek tükrében én azt hiszem, hogy csoda évek várnak ránk. Mit kívánjak neked és munkatársaidnak? Sok inspirációt, sok látogatót és sok-sok örömet és mosolyt, amit a látogatók hoznak el hozzánk. Történjék így. Viki, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Köszönöm. Természetesen az eddigekhez hasonlóan mi mindig ott leszünk, hiszen ez fontos számunkra itt Székesfehérváron, a megyében, az országban, nem különben, határainkon túl is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem a Pákozi Katonai Emlékpark és Nemzeti Emlékhely új ügyvezetője, Görög Viktória volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.